Üdvözlök minden kedves nézőt, én Ceberian vagyok, és ebben a videóban itt vagyok a következő troll mappal. Most azért nem láthattok fészkemet, mert a tegnapi nap lebetegedtem, és így nem szeretnék kamera előtt szerepelni. Remélem ezért nem haragudtok meg. És az is egy fontos dolog, hogy mostantól a peter.gyolajkukaszgmail.com-ra küldjétek a trollnapokat, hogyha készítenétek, e, és ne a uborkafkukaszgmail.com-ra, mert oda sok e-mailt kapok, és ezért így elkeveredhet a, a trollmap a többi e-mail között. A peter.gyolajkukaszgmail.com meg valószínűleg meg fogom találni az összeset. Nézzünk is bele a Czászbekbe, van egy kezdőkönyvünk, és csak ha muszáj könyvünk, hát legyen most muszáj, és akkor elolvasom a kezdőkönyvet. Csak akkor válts módot, ha már nagyon nem megy. Jó, rendben van, és mi ez a csak ha muszáj a hetedik pálya ez, csak legvégső esetben. Ö, jó, akkor ezt most ne nézzük meg. Hogyha nem bírom tovább jutni a hetedik pályán, akkor majd megnézzük. -ha 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 -ha. Ö, szerintem nem ezt a gombot kellett volna megnyomni, hanem keresni egy másikat. És azt mondta, hogy ha nem bírom tovább jutni, akkor kívüleljük le magunkat, ugye? És mindig ebben a szobában éledünk újra, akkor itt keresünk egy másik gombot. Aha, itt meg is van. És itt egy Creeper. Ja, hol vagyunk? Nem bánt a Creeper minket? Nem bán minket. Ja, itt van közöttünk egy láthatatlan fal, na, tök jó. Vissza, nem akarunk visszamenni. Első, másik, 34, 5, 6, 7, 8 pálya van, bónusz pálya és a map vége. Jó, van, akkor ugye azt mondta a könyv, mondjuk felgyorsítva olvastam el, tehát én nem hogy sorba aladjunk, kezdjük az első pályán. Attól még, hogy oda az egy, nem biztos, hogy az tényleg az első pálya. Hát akkor melyik az első pálya? És itt látok egy gombot, ezt megnyomom. Hát ez remek volt, várjátok, akkor jussunk vissza ide, és ez most azt jelenti, hogy megcsináltam az első pályát? Szerintem ez azt jelenti, hogy kész van, hogyha átváltozott a gyapjú. Az első pálya nem rejtett túl sok ö, ö, mindent, itt egy gomb közvetlen mögöttünk, és pálya megcsinálva a második pálya is. Halljátok, ez micsoda? Várjátok már, ez így gyorsan vége lesz. Jaj, véletlen rányomtam a harmadik pályára is, még nem akartam, de mindegy, itt vagyunk ez a szivatós lépcső megint, ez az O módi, és itt nyomjunk, melyik gombra nyomjunk a sárgára vagy a kékre, menj, menj nyomjunk a kékre, Ö, jó, oké, okay. itt van egy ilyen kisebb láva parkúra, hogy elnézem meg, hallottam egy csontvász hangot, bár nem tudom, hogy honnan, aha, ott van bent, értem, miért van itt, hogy ne bírjon lelökni engem, gyerünk, 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 jó, itt vagyunk, ez az, ez az, meg vagyunk, nem kapott terméket a csonti. Húzzuk meg ezt a kart, és hallottam egy pisztont lehúzódni abból az irányból, szóval lehet, hogy most vissza kéne menni. Aha, szerintem most meg fogom magam, és visszamegyek, és megnézzük, hogy mi történt. Csak a csonti nem, hogy lelökjön. Jó, jó, király, futi, futi, futi. Jó, már nem találtál másodjára, csak elsőre, de bele voltunk akadva a ezért nem ért lelökni. És ez itt kinyílt, és itt egy gomb, és megcsináltuk a harmadik pályát is. Srácok, eddig tökre tetszik nekem ez a troll. negyedik pálya következik a labirintus bejárata. Ö, jó van, menjünk a jobb oldali irányba. Attól félek amúgy, hogy ö, nem kell elmenni a végébe, hanem valahol random el van dugva egy kőgomb, amit meg kell találni, és hát azt, 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 nem fogom észrevenni valószínűleg. Hát ezért meg visszakerültem az elejére, de jó. Ne! Mi ez a tábla? Mi, mi az, hogy ne? Miért ne? De <laughs> nagyon menjünk inkább merre, hogyha az ott ne. De egyébként lehet, hogy ott volt valami gomb, csak nem vettem észre, nem talált. Hát sejtettem, hogy a zsák utca akkor nem talált, és amúgy ö, lehet, adok magamnak egy kis kaját, mert kezdek éhezni, és normál módban kell játsznom. Hahaha. -ha azt a mindenit, de kárőrvendő. Egyébként az a mapnak a neve, hogy kárőrvendő talán. most, már, most már értem, hogy miért ez a neve. Hogyha az zs kerülök, vagy hogyha sikerül megtrollkodnia engem a pályakészítőnek, akkor annak örül, és ez a kárőrvendés, ami egy, egy nem szép dolog, senki ne csináljon ilyet, de csak poénból, poénból csinálja. Vagy a poénból sem jó dolog ez, de nem szabad ért az a lényeg. Itt látok valamit, íme az aranybánya. Na, itt egy aranybánya, ami. Jaj, nem lépek rá nyomólapokra, ott van egy gomb. Aha, itt is egy gomb. Jaj, nem tudom, hogy melyiket nyomjam most meg. Van egy csomó arany, ami nekem nem kell. Ezt nem bírok, nem bírok ráugrani. Hát jó, van, melyik gombot nyomjuk meg, srácok? Szerintetek az úgy? Szerintem nyomok ide egy spawn és akkor innen tudom folytatni. Az nem volt a szabályzatban, ne nyomjuk spawn mert itt van három darab gomb is, és hogyha valamelyik lekillelne minket, és a másik meg elteleportál. és hogyha kilelősre nyomunk, az gáz, mert nem itt éredünk újra. De most már igen, mert spawn nyomtam. Jó, ez semmi. Ez is semmi. Hát te, ez is semmi. Hát ennyi az aranybánya. Ja nem, itt is van még egy gomb. Ez sem csinált semmit. Hát ennek az aranybányának nem volt sok értelme, ha csak nincs egy olyan gomba, mint nem vettem észre, de mindegy, mert most már itt hagyom, és akkor menjünk tovább, erre jobbra még nem jártam szerintem. Ez az! Ez az, srácok Íme a park. Remélem, hogy ha kinyitom az ajtót, nem lesz semmi, nincs semmi csapda, jó. Oké? Okay. Ja, csak egy sima park, azt hittem már kijutottam a labirintusból nem már. Jó, itt is egy gomb, ezt nyomjuk meg, semmit nem csinált akkor nyomjuk meg ezt is, semmit nem csinált, Inkább nyomok ide is egy spawn nem merem úgy megnyomni ezt. Jó, egyik seki, semmit nem csinálnak ezek a gombok, ne szórakozzatok már. Ott is egy, az se, hát akkor keresgélem kell tovább. Ha oda a vízbe nem tudok lemenni, nem itt nincs gomb. És hát akkor menjünk tovább szerintem. Srácok már több mint 20 perce megy a felvétel és Game Mode 3-ban repdesek körbe-körbe. Átnézte minden egyes ziget zugot, az összes ilyen szobát megtaláltam, megnyomtam mindenhol az összes gombot és semmelyik nem csinál semmit. Megnéztem az összes falat, hogy nincs eldugva valahol gomb, és, és tényleg komolyan mondom, hogy sehol nincs semmi. Komolyan az egész labirintust átnéztem, minden, tetőtől talpig, minden utca, sőt, lerakom a leírásba a letöltési linkjét a mapnak, ti is átnézhetitek, nincs benne semmi gomb. Komolyan, nézzétek meg. Itt szerintem hibázott valamit a pályakészítés, elfelejtette lerakni a megoldást, vagy csak én vagyok nagyon béna, és nem találom meg. Várjatok, ez itt micsoda? Itt? átnyitom ezt az ajtót, bejövök és... Ne szórakozz már, hogy ilyenkor találom meg, amikor... Jó, nem mondtam az előbb semmit. Jöjjön is az ötödik pálya, dropper. Na, az menni fog remélhetőleg. Nincs itt semmi gomb, semmi spawn point gomb. Hát akkor én azt mondom nektek, hogy ugorjunk, de szerintem rakok én a spawn pointot, hogy itt legyünk már újra. Király, és akkor a vízbe kéne elvileg beleugrani. Fogadjunk, hogy lesz való láthatatlan blokk és emiatt nem fog sikerülni. Nem? Mi? Ja, hát a víz fölött volt láthatatlan blokk, igen, így működik ez. Amúgy van több ilyen beugróka, lehet, hogy másikról kéne menni, most ugorjunk ide, tehát tudja, hogy nem ez lesz a jó, és de jó lett. De várjál, és innen most én mit csináljak? Várjatok már, ez itt, ez itt nem jó nekem. Ugorjunk le, emide, abba, ne, 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 jó, jól haladunk, ez sem jó. Várjátok, mi van amúgy, hogyha a lávába kell ugrani? Csak megtévesztés, hogy izé lávon de közben hát ez hihetetlen, és tényleg lávába kellett. Aztán azt mondja, hogy ott egy kiárat a sarokba, másik sarokban, ha másik sarokban nincs kiárat, ott, ott van egy kis füst. Ja, hát le a lávából a füst. Jó, haladjunk nagyon gyorsan a kiárat felé, és akkor nézzük meg, hogy itt mivel találjuk szembe magunkat, egyelőre csak egy ilyen folyosóval. Csináltam a pályát, és hirtelen erre bukkantam. Mi tényleg? Itt volt egy kis gyémánt a föld alatt, aztán nem ütöttet ki de király. Jó, ja, ezt nyomjuk meg. És kész van az ötödik pálya, és amúgy mindig megijedek ettől a creepertől. Nagyon durva, de mindig megijedek tőle, és átrakom úgy ide a spam pointomat. Na, jöjjön is a hatodik pálya. Olvasok is el a táblákat. Mindegyik tárgyat egyszer használatod, csak a falakat ütheted át, a szegélyt tilos. Mi ez a szegély? Még az a szegély? Ja, hogy a széle. Igen, értem. Vigyázz! Mire vigyázzak? ki -e a homokkőcsákányt? Mi van? Várjál, ezt újra olvasom, szerintem rossz, rossz sorrendben olvastam el. Jó, hogy mindegyik tárgyat egyszer használhatom, kivéve a homokkőcsákányt. Ez meg csak a falakat üthetem át, a szegélyet tilos, és vigyázzak. Hát jól van. A Jaj, várjatok! Várjátok, mindenből egyet kell. Azt hittem, hogy ez így, így kijönnek. Uh, az összes ilyet még nem is látom, hogy ugyanott ben marad a chessben, uh, Akkor vegyünk ki mindenből egyet. Tipkönyv, Triduxa készítette. Isten hozott a tipkönyvben. Ha ezt megnyitottad, már is vesztettél sok-sok pontot. Igazából nem is. <laughs> Na, ez jó volt. Téglaszint, zúzott köszint, köszint, alapköszint, faszint. Uh, hó köszint, uh, ma zúzott köszint, dugattyú szint. Uh, Hát ezek nem tudom, hogy mit segítenek nekem, de mindegy. Jól van, akkor használjuk először a kőcsákányt, az eltöreti a téglát, ugye? Na várjatok már itt akkor most, hogy menjek át? Aha, vagy a szél. De mi? Mi? Ez, ez, most hogy működik? Ne! Engedj el! Ne égek szét, jó van, valószínűleg nem fogunk, de elégtünk. Várj, a terméketlen föld lehető a téglára, akkor rakjuk oda. Király, ezt most itt üssük és reménykedjünk benne, hogy... Uh, szerintem láva fog kifogyni. Nem! Jó. Nagyon jó. Akkor itt ugorjunk tovább. Próbáljuk meg egyből átugrani azt a falat, hogy ne legyen már vele gond. Ja, nem lehet, mert láthatatlan blokk. Értem, akkor szépen ide le aztán ezt ezzel nem bírjuk kijutni, ezzel sem akkor használjunk más. Ehm... Aha, átraktam oda a fenyőfacsónakot, most próbáljunk meg beleülni valahogy. Hé, haló, túl messzire raktam. Nem mondd már, hogy túl messzire raktam. Akkor rakjuk ide föl, oda üljünk vele, szálljunk ki. Királyát jutottunk a másik oldalra, nyomjuk meg ezt a gombot. Ez kinyitott egy ilyen kapu. Ah, oh, most leugorjunk oda, vagy ne? Hát kénytelenek leszünk, mert más nem tudunk csinálni. Hát jó, van, nézzük. Ne! Aha, ham, amot kellett volna bemenni, értem. Na, akkor azt mondja, hogy már itt elkezdünk úszni, és megyünk előre. Jó, király, ide bejutottunk, és akkor ugorjunk le ide tovább. Itt is úszunk. Hát, ez megszivatott úgy tűnik. Amúgy én azt mondom nektek, hogy visszajövök ide, és itt megpróbálok átjutni ezzel a... Nem bírom lerakni akkor a mérgezés potionnel. Amikor mérgez, ugye akkor nagyobb a tugrok. Ja, de két blokkot így nem lehet csak másfele. De! Kettő blokkot lett, és akkor ide leteszem a csónakot valahogy. Megpróbáljuk. Aha, még amíg mérgez, addig próbáljuk meg oda fölrakni. Jó, majdnem megvolt. Meg lesz az. Mérgez, mérgez, zugrás közben. Ott van! És fönt vagyunk! Király, átevezünk vele. Itt is vagyunk, csak a mérgezés az... Ja, az mondjuk fél hp re leviszi, aztán úgy marad. És aztán megisszük ezt a Levitation potion -t. csak előbe lenyomunk ide egy Spawn Pointot. Azt mondja, hogy úgy. Ezt beisszuk, és akkor elvileg itt nagyon gyorsan föl... Mi? Várjatok már, itt most gondok vannak. Ez most mi? Ja már értem! Az egyik videómban mutattam, ugye, egy bágot a csónakkal, ugye valahogy, hogy is Várjatok! váratok. Minél közelebb lerakni a blokk széléhez, úgy, üljünk most bele, és próbáljunk meg átmenni. Aha, ne, nem sikerül, próbáljuk csak meg újra. Jó, leraktuk, és. Aha, át is jöttünk, de király! Na jó, én, én amúgy visszam tovább a csónakot magammal, ne, 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 hogy itt maradjon már. Megvan. És akkor menjünk, ugye van a homokkő, csákányunk. Hát én a csónakot átrakom em ide, a csónak az, az mindenben segít nekem. Jó, és akkor most nyomjuk meg ezt a gombot, vagy Aha. Hú, várjátok, várjátok, van nekem olyanom, hogy ez letető üvegre, ez ragacsos dugattyúra, akkor ezt rakjuk le ide. Tuti oda? Nem akarom rossz helyre rakni, rakjuk oda. Ez ugye kitolja ma. Aha, úgy. És ez letető sima üvegre. Hú, ez nem tudom, hogy lesz így jó. Ha ja, ez dugattyúra, akkor ha ide lebírom rakni, csak aztán nem bírok fölugrani. hú, na várjátok, akkor ezt hogyan kéne megcsinálni. Van, van egy ötletem. Aha, ezt ide rakom. Ezt kitoljuk, berakjuk ide, így, és ez rossz lett szerintem. Bár... Nem! Nem! J hát, így tényleg rossz. Akkor sétáljunk át nem ide, és próbáljunk meg itt átugrani. A hanit már sikerült, és... És... Pálya megcsinálva, király! De nem te... Nagyon igazából nincs. Keresd máshol, de ne itt. Micsoda? Nem már. Most akkor mi van? Srácok, amúgy itt van egy gomb visszába a pályán. Ha ezt megnyomom, pálya megcsinálva. Na, akkor ez volt a jogom. Jöhet is a hetedik pálya, amúgy most tart 40 percnél a felvétel. A videó egyébként nem tudom most így hogy áll. És itt most kaptunk egy csomó cuccot, mindent kiveszek, sőt inkább elrendezem az inventorimat. Na leraktam, ami már valószínűleg nem fog kelleni, és megint egy csomó olvasni való. de jó, meg egy kék orhide. A cél felmászni a fal tetejére. Van ott egy kunyhó, csak a barlangban bányászhatsz. Élj túl sok szerencsét, nem menj ki a pályáról, és ne ás bele más pályákba. Oké, okay, akkor az annyi, hogy följussunk itt a fal tetejére. Ja, amúgy Game 2-ben kéne lennem, vagy abba vagyok? Aha, hát most már abba vagyok. És a barkács asztal receptjei... Mi van? Ja, de várjatok, ez most egy külön mapnak is elmenne. Elvinni bármit itt szigorúan tilos. Aha, és itt mutatja, hogy hogy kell lekraftolni ezeket a csomókat, És hogyha ide visszajövünk, akkor nézzük csak ki ide. Ja, egyébként lehet, hogy a, a izé váltotta visz át a játékmódomat Game Mod 0-ra, azért voltam ebben, én meg bolond módon átváltottam Game Mod 2-re, és akkor itt kell most izé fát vágnom, meg minden izét csinálnom. Ugye egy túlélőzöm kéne, és föl kéne jutnom a fa tetejére. Jó, ja, van, akkor csináljuk. Jó, van, azt hiszem fel is jutottam, nagyon király módon, és akkor jöjjünk ide be, és ezt most üssük ki itt kézzel, ez most komoly. Hát csákányt kraftolhattam volna, de igazából most is kraftolhatnék, de mindegy, most már kiütöm kézzel, ha már így állok vele. Uh, hát itt nem volt semmi. Hát igazából én megcsináltam, följutottam a falra, ez volt a pályának a lényege, hogy elolvastam a legelején, és igazából megcsinálnám ezt normálisabban is, csak nem szeretném ezzel húzni az időt, mert ez egy tényleg, ez egy, csak ez a pálya egy külön 40 perces videó lenne, tehát tényleg nem szeretném ezzel húzni az időt, ne haragudjatok. És akkor jön a nyolcadik pálya. Na, itt balra mutat egy nyíl. Ó, már van szettem, az nem kell, viszont csákányom nincs, redstone blokkot törhet el. Azt mondja, hogy ez egy spawn point, nagyon király. Start, felszerelés, információ. Na jó. új, egy boss fight lesz, nem á? Jó, itt lesz nekünk egy boss fightunk, egy kicsi bob fog jönni, és a redstone blokkok töltik az ő, ő HP-ját, és ő egy különleges bob, tehát mindenféle effektet fog rám dobálni elvileg. Na majd meglátjuk mindjárt, hogy mit tud. Azt mondja, hogy jaj, hát ez már most gond. Ó, várj, van egy tűzállóságom. Ezt, ezt, így magunkra dobtuk, gyors törjük ki a redstone -t. Direkt nem akartam meccselőt, mert azt úgy csalás lett volna, és hagyjál Várjál, Csak csapkodjuk. Ez így nem lesz jó. Ez így nagyon, de nagyon nem lesz jó. Főleg, hogy a sok falusi itt hű meg a fülembe. Várj, akkor hogy szét kéne törni. Jó, egy megvan. Megvan még egy. Nagyon király. Azt mondja, hogy megvan még egy, és már csak egy darab van hátra, és akkor már nem tudja tölteni a hp t bár nem tudom, hogy ezekkel töltötte egyáltalán a HP-át, de az volt írva a könyve, tehát elhiszem. Gyerünk! Aj, nem már! Így nem fogom kiütni az utolsó redstone blokkot, nem fogom bírni. Viszont... Viszont ennyi, szétcsaptam a bobot. Megvan, oké? Okay. Gratulálunk győszél a baby boss fight so, ö, során. És most elkezdtünk émejegni. Azt írta a könyv, hogy ha legyőztük bobot, akkor utána jöjjek rá, hogy mit kell csinálnom. Lehet, hogy a lávába kéne ugranom, bár nem hamarkodom el a dolgokat. Hát az én és abban maradt, akkor belugrok a lávába. Hát nem, nem ezt kellett volna csinálni, de most már akkor égünk szét. Mi van, hogy itt a cseten kell rányomni. A blokk lehelyezve, hova lett lehelyezve? Blokkad nézem meg, nézem meg. Lehet, hogy egy gomb lett lehelyezve valahova, csak nem találom egyenlőre. Aha, megtaláltam, itt van, ide helyezett le egy gombot, és kész vagyok az összes pályával. Jól van, nézzük még meg ezt a bónusz pályát is, hogy ez mit tud nekünk. Itt van egy csomó gomb, és tudja, hogy ebből egy darab nem öl meg. Tud, kb. biztos vagyok benne. Próbálgassd végig a gombokat, hogy melyik lehet a visszaút. Na, gondoltam, ide rakok egy spam pointot király, F3 plusz D-vel eltüntetjük, hogy ne legyen a tudba, és akkor hát ez nem, öm, ez sem, vártok tovább, jaj, vidőrcsont váz, mennyi ne, hagyjál békén, jó, szétcsaptuk és szét Ez az, ez az pálya megcsinálva, Megvan, megtaláltam a gombot, és akkor nézzük -e a map végét. Az átjáró kinyílt, hol itt is van, és amúgy van rajtunk ilyen vakság, tehát így tök durva. És itt a végére le is jött rólunk. De király, egy gomba szimmetriáért. Ja, hát igen, a szimmetria miatt. Jutalom a ládában. <laughs> na jó, ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Wow, na erre nem számítottam volna, ez tök vicces. Jó, Köszönöm, hogy kiátszottad. Első elkészült mapomat készítette Triduxa. Hát Triduxa, gratulálok ez a maphoz, mert egyszerűen fenomenális volt. Tényleg nagyon durva, nagyon egyedi feladatok voltak benne, meg ez az ajándék is a végén, hogy egy ugrál össze a csesz, ez nagyon tetszik. Meg tényleg annyira brutál jó volt, meg helyesen is írtál mindent, hogy 10 per 10-es map, de, tényleg ez, ez nagyon király volt. Tehát nagyon szépen köszönöm, hogy elküldted ezt a mapot nekem. Ha akarod, nézd meg a mapot Game 3-ban, majd mindjárt nézzük a szimmetria gombot a ah, kigondoltam volna. Akkor nézzük Game 3 ban mapot. Öh, hát föld alatt vagyunk. Hát igen, így, így, már megnéztem az előbb, ugye, amikor a labirintusba bénáztam. Na jó, van, srácok, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok egy lájkot. Én Czebelian voltam. Sziasztok!